Első őszi családi nap a Ludovikán, a méhek meséje a kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolta. Uniós elnökség, a VTK egyetemi tanára Brüsszelben. Európai integráció, a határon átnyúló államközi kapcsolatok elméleti, jogi és gyakorlati újragondolására volna szükség. Ez a Ludovika TV heti hírösszefoglalója, köszöntöm Önöket. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Méhek Meséje címmel idén először szervezett őszi családi napot az egyetemi polgárok és családtagjaik számára. A hatalmas érdeklődés mellett zajlott eseményen változatos családi programokkal, a többi között állatsimogatóval is várták a látogatókat. A családi napon az érdeklődők egy látványkaptáron keresztül betekintést nyerhettek a méhek világába, és lehetőség volt mézkóstolóra is. A kicsiket a bábjátékok mesés történetekkel szórakoztatták, a népi játszótéren a játékok nem csupán látványos népművészeti alkotásokként jelentek meg, hanem fejlesztő hatású, kreatív, embert próbáló ügyességi feladatokat kínáltak a kalandvágyóknak. A világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok sportlövő Fábián Sára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és nemzetközi tanulmányok kar nemzetközi igazgatási alapképzési szakán szerezte meg diplomáját. Jelenleg mesterképzésen folytatja tanulmányait. A Ludovika TV stúdiójában most az olimpiai élményekről és az előtt álló kihívásokról számolt be. A sportlövészet egy erőben mentális sportág, tényleg minden fejben dől el a sportlövészetet nagyon sokáig lehet csinálni, és ha kijutok Los Angelesbe, még ott is bőven az átlag életkor alatt leszek, mondta el az olimpiai játékokon végül 14. helyen végzett sportlövő. Nagyon örültem annak, hogy ez inkább a pozitív oldalát tudtam megfogni, és úgy voltam vele, hogy még több edzés, még több verseny, még többet szeretnék beletenni azért, hogy máskor jobb eredményt tudjak elérni, és nem az volt bennem, hogy jaj, most akkor elvesztettem úgymond a lendületet, hanem inkább pont, hogy új lendületet kaptam. A kriminalisztikai tudományos diákkör múlt heti ülésén a részvevők megtekintették az Egy zuhanás anatómiája című francia filmet, valamint azt követően meghallgathatták a rendkívüli halálesetek témájához és a filmbeli kriminalisztikai kérdésekhez kapcsolódó szakmai beszélgetést. A film megtekintése és a szakértő előadásának meghallgatása után egy érdekes és informatív szakmai beszélgetés zajlott a meghívott vendég, valamint a jelenlévő oktatók és hallgatók részvételével, amelyben a zuhanásokhoz kapcsolódó főbb kriminalisztikai kérdések, illetve a filmben bemutatott eseményhez kapcsolódó verziók elemzésére került sor. Az előadás rávilágította a rendkívüli halálesetek nyomozásának összetettségére, továbbá a szakértői hivatás fontosságára is. A Magyar Uniós Elnökség részeként október 9-én tartották meg az Európai Tanács polgári védelemmel foglalkozó proszív elnevezésű munkacsoportjának ülését Brüsszelben, amelyen fő naprendi pontként a Magyar Elnökség egyik szakmai prioritása, az Európai Unió árvizekkel szembeni ellenálló képességének átfogó fejlesztéséről szóló tanácsi következtetések tervezetének megvitatása szerepelt. Magyarországot a delegáció vízügyi szakértői csoport tagjaiként Bíró Tibor a VTK egyetemi tanára, a Környezeti fenntartatósági Intézet vezetője, a Katasztrófa Védelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács általános elnök helyettese és Antal Örs az Országos Árvízvédelmi Főosztályának főosztályvezető helyettese képviselték. Bíró Tibor a tanácsi következtetések vízügyi vetületét bemutató tudományos előadása után válaszolta a tagállami képviselők kérdéseire, külön hangsúlyozva az árvízmentesítés terén az EU előtt álló feladatok végrehajtásának szükségességét. A határon átnyúló államközi kapcsolatok elméleti, jogi és gyakorlati újragondolására biztatta a téma nemzetközi szakértőit egy az egyetemen megrendezett tudományos konferencia. Az Európai Unió számára kulcsfontosságú a tagállami együttműködés, ám az elmúlt évtized válságai az államhatárok újra vezettek. Éppen ezért a határon átnyúló kapcsolatok átalakulásának vizsgálata rendkívül fontos téma. Emlékeztetett köszöntőjében Deli Gergely az NK rektora. A konferencia előadói egyetértettek abban, hogy a hatékonyabb jogi szabályozás és a támogatáspolitikai eszközök újragondolása jelentősen segítheti és javíthatja a határon átnyúló együttműködések eredményességét. A határvidékek, melyeken az EU polgárainak 30%-a él, integrációs laboratóriumoknak számítanak, hangsúlyozta Ricardo Ferreira, az EU határügyi fókuszpont koordinátora. E régiók az együttműködéssel nem csupán gazdasági előnyöket nyerhetnek, de megállítható lehetett területekről az elvándorlás is. Határainkon túl több millió magyar él, sorsuk a kormánynak nem csupán gazdasági értelemben fontos, hangsúlyozta a konferencián Kisparciú Péter helyettes államtitkár. Az eszmecsere délután a határokon átnyúló kormányzás közép- és kelet-európában című panelbeszélgetésen ukrán, szlovák, román és hazai szakértők eszmecseréjével zárult. Ennyi volt már a heti hírösszefoglalónk. Kövessék tartalmainkat az NK Facebook, Youtube, Instagram és TikTok oldalán is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!